Az Országos Onkológiai Intézet több mint fél évszázada a magyar onkológia szervezési, módszertani, terápiás, kutatási és oktatási központja. Az intézet titka dolgozóinak szakmai kiválósága és emberi helytállása. Többek között erre is büszke Kásler Miklós professzor, akinek meghatározó szerepe van a magyar onkológia életében. Én abban a rendkívül szerencsés korszakban értem, amikor a daganatos halálozás mutatói hihetetlen mértékben javultak, aminek a hátterében az van, hogy a tudomány fejlődése, a technikai medicina, természettudományok fejlődése elképesztően felgyorsult, és ennek az egyik legnagyobb haszonélvezője épp az onkológia volt. Kásler Miklós professzor 20 éve vezeti az Országos Onkológiai Intézetet, és több mint 30 éve dolgozik ugyanott. Érdemes felidézni a múltat, hogy honnan indult el, és mi az, ami mai napig töretlenül fenntartja ezt az értékes életutat. Tudom jól, hogy Miklós már kisgyerekkora óta orvosi pályára készült. Annak ellenére, hogy én mindig mondtam, hogy annyira fantasztikus, jó modora van, és van jól tud viselkedni, mindenkivel megtalálja a hangot, hogy legyen diplomata. Kásler Miklós Budapesten született. Gyermekkorát a gimnáziumi évekig Sárváron töltötte, ahol jogász végzettségű édesapja bíróként dolgozott, édesanyja tanárnő volt. A családi indíttatás az otthonról hozott értékrend teremtette meg mindazt, amely ma is kíséri életét. Rendkívül meghitt kapcsolatom volt, illetve van a szüleimmel. Hát édesanyja, mint ahogy minden asszony összetartotta a családot, tökéletes harmóniába éltek édesapámmal, aki igaz ember volt, ez a kifejezés a legpontosabb, hogy igaz ember volt. Apám nem csak a törvényt alkalmazta, hanem kereste az igazságot. Az osztályfőnöke biztos volt abban, hogy édesapja pályáját fogja választani, és a jogi pályát válassza. Volt ez a Kimiben tudós tévés, azt hiszem rádióműsor, és akkor egy Kásler Miklós nevezetű diák, most, hogy harmadikos volt akkor, vagy negyedikes, azt nem tudom, jött be a harmadik helyre. Ez őt feljogosította arra, hogy felvételi vizsga nélkül arra az egyetemre, ahol a történelem volt a felvételi tárgy, felvételi vizsga nélkül bejusson. Aztán hallottam, hogy egy évre rá, szintén, tehát Debrecenben volt a következő, mert ez mindig változik az egyetemi városok között, más-más rendben az országos, ott is aztán első díjat nyert. Hát ezt a fickót, ezt ismertem, mert ez annak idején a Ki mit tud versenyben ugye nyerte a nagy díjat. Ahol elindult, ott mindenütt nyert, de emellett nagyon jó atléta is volt. Remekül festett, rajzolt, tehát ő bármi lehetett volna, amihez nyúlt, az minden sikeres volt, amellett meg egy igazi vagány. Az érettségi közelettével mindenki azt gondolta, hogy Kásler Miklós az édesapja nyomdokaiba lép, és a jogi pályát választja. A gimnázium negyedik évében azonban olyan döntés hozott, amely előtt tanárai értetlenül álltak. Megdöbbenve tapasztalta az osztályfőnöke, hogy ez a Kásler nem hallgat a jó szóra, orvos akar lenni. Kásler Miklós egyetemi éveit Szegeden töltötte. Barátai elmondása szerint olyan széleskörű tudásszomja és példamutató közösségi szelleme volt, mellyel kimagaslott az évfolyam társai közül. Ja, a Miklós kezdeményező készségére egy példa. Nagyon fontos tárgy, korbonztan. Nagyon jó előadások voltak, nem volt jegyzet belőle. A Miklós fogta magát egy szobatársával, hát itt az alkalom, felvették magnetofonra az előadásokat, lejegyezték, és abból egy jegyzetet készítettek, és az egész évfolyam tudta használni, amivel hát az évfolyamot össze tudta kovácsolni. Hát én az életpályámat Szegeden kezdtem a 2. számú sebészeti klinikán, és mivel lehetőséget kaptam a fejnyaki rekonstrukciókra az Országos Onkológiai Intézetben, 1981. március 15-e óta dolgozom itt egyetlen egy másfél éves megszakítással,
amikor az Erlangeni Egyetemen voltam Humboldt ösztöndíjas. Rendkívül én fiatalon, kevesen tudják, ugye kandidátus lett, nagyon fiatalon Humboldt ösztöndíjas lett, Németországban dolgozott, tehát ő úgy, mint a nagysebészek, mint a céllegény, szépen összeszedte azt a tudását, amit később a betegek javára úgy tudott kamatoztatni, hogy definitív, helybeli, végleges ellátást tudott nyújtani. Amikor ő plasztikai sebészkedett, nem túl sok plasztikai sebész volt még Budapesten, szerintem abban az időben, de lehet, hogy még most is az ország legjobb plasztikai sebésze. És ugye látva a magyar daganatos, mint főhaláloki tényező tényhelyzetet, pályázott az intézetre, hogy az egész ország onkológiai ellátását, azaz az egyik legszörnyűbb betegségen való és abban szenvedő embertársunkon a legtöbbet segítsen. Gyakorlatilag az intézet orvosi kara kért fel arra, hogy adjam be a pályázatomat. Hát én akkor az intézet orvosi kamarájának voltam választott elnöke. Nem voltam tisztában azzal, hogy ez a megbízás mivel jár. Én a sebészetet műveltem, fejnyaki sebészetet. Nagyon szerettem, nagyon élveztem a műtő volt mindig a kikapcsolódás, nem csak a professzió, hanem a hobbi is. Leírtam új műtéti megoldásokat, könyveim voltak, 100 fölötti cikkszámom volt, én akkor 41 éves voltam. Kásler Miklós főigazgató munkássága 1992 óta tart, munkatársaival együtt 20 éve harcol a magyar rákstatisztika kedvezőbb alakulásáért. Érdekes egybeesés, hogy a hazai rákhalálozási mutatók ettől az évtől kezdtek javuló tendenciát mutatni. 9 a 0-hoz támogató volt, és ezt követte a miniszteri kinevezés, ami körülbelül úgy hangzott el a bejelentés itt az intézetben, hogy a megbízás az megtörtént, de bármikor vissza lehet vonni. Tehát nagyon nagy önbizalommal indulhattam neki egy óriási intézet vezetésének, amelyik akkor rendkívül súlyos gazdasági és morális válságban volt. Kinevezésekor Kásler főigazgató igen lényegletörően fejtette ki programját, mely szerint mindent meghagy, ami jó, és mindent megváltoztat, ami nem sikeres. Első intézkedéseként átvilágítatta a teljes intézetet, melynek köszönhetően kórháza a mai napig sikeresen működik. Az intézetet szakmailag abszolút nem lehetett támadni, gazdaságilag még úgyse lehetett támadni, soha egyetlen egy fillér deficitje az intézetnek nem volt. Olyan belső ellenőrző rendszert építettem ki, de még 93-ba, ami mindenféle nem csak törvénytelenséget, hanem erkölcstelenséget is kizárt. Tehát egyszerűen nincs az intézeten fognivaló. Itt nem csak a gazdaság változott, nem csak a szakma változott, hanem mondjuk őszint politikai változások is történtek, ugye jószerével többször is. Most ilyen körülmények között úgy produkálni, hogy az intézet fennmaradjon, nagyon nehéz. Többen megkérdezték, hogy ezt hogy sikerült elérni. Ugye elsősorban a főigazgatónak kellett alkalmazkodni, mégpedig úgy, hogy a szakma megmaradjon az intézetnek a tartása, és a betegeink gyógyító tevékenysége állandóan fejlődjön. Az Országos Onkológiai Intézet vezetőjeként minden nap számtalan meghatározó döntést kell hozni az intézet érdekében, amelyek olykor mások érdekeivel nem egyeznek. Kásler professzor szerint azonban könnyű ezzel megbirkózni, ha az ember megalapozott érvekre épít, és nem utolsó sorban tiszta a lelki ismerete. Én mélyen hívő ember vagyok, pontosan azért, mert értékorientált vagyok, tehát mindent, ami a világban keletkezett és értéket hordoz, azt én méltányolom. Nagyon sokszor kerültem olyan helyzetbe, hogy sokak véleményével szemben kellett argumentálni és védeni a magyar daganatos betegek érdekeit, vagy az intézet érdekeit, de mindig a teljes igazság és a teljes meggyőződés birtokában beszéltem,
amit vagy igazoltak az események, vagy az idő. Mindig eszembe jut Mórusz Tamás mondata kivégzése előtt, aki azt mondta, hogy az igazság akkor is létezik, ha csak egy ember mondja. Sőt, akkor is, hogyha nem mondja senki. Na most ezt kell megkeresni az életbe. Ő mindig kereste az úgynevezett konszenzus, tehát megegyezünk a társszakmákkal, sebészekkel, urológusokkal, fülorgégészekkel, nőgyógyászokkal sorolhatnám. Mert egyesség nélkül az onkológia egyedül nem állhat meg, ez társszakmáknak az ötvözete. Éri az embert egy durva atak, és szeretetet kap vissza, azzal nem tudnak mit kezdeni. Na most, ha ez a rendező el, vagy e felé törekszik az ember, akkor nagyon megkönnyíti az életét, mert belülről legalább nyugodt és egyensúlyban van. Ezt láttam apámtól. Kásler professzor értékrendje meghatározó gyermeke számára is, akivel őszintességre és bizalomra építették kapcsolatukat. Nem várta el, hogy fia az ő nyomdokaiba lépjen, és amikor a jogi pályát választotta, támogatta benne. Láttam, ahogy édesapám és édesanyám az orvosi pályán dolgoznak, és milyen elhivatottság kell ahhoz, hogy valaki teljes odaadással gyakorolja az orvosi pályát, és neki sikerült azt az egyensúlyt kialakítania és meg is valósítania, amelyen több fronton helyt tudott állni. Láttam az elhivatottságot, és az közvetve, meg közvetlenül is a borzasztó magas felelősségérzetet és tudatot. Úgy éreztem, hogy nekem testhez álló nagypapámnak a jogászi pályája, és egyelőre talán úgy vélem, hogy jól döntöttem. Az intézetben az elmúlt két évtizedben több milliárd forint értékű beruházást sikerült végrehajtani, új eszközparkkal és épületekkel, de ugyanilyen fontosnak bizonyult az onkológia módszertani fejlesztése, amely lehetővé tette a későbbi népegészségügyi program és az onkológiai szerkezetváltás létrehozatalát. Mivel rendkívül heterogén volt a daganatos betegek ellátása Magyarországon, meg kell csinálni az egységes onkológiai irányelveket, ami az összeszerv szövetani típus stádium teljes diagnosztikáját és terápiáját leírja, ezt 94-ben meg is írtuk, nem volt hasonló Európában. Az intézmény vezetésével járó felelősség mellé naprakész tudás is szükséges. Különösen igaz ez az állandóan fejlődő orvostudomány gyakorlóira, és főleg a főigazgatóra, aki jelenleg Európát képviseli, mint onkológiai igazgató az 5 kontinens onkológiai programjában. Maga az intézet vezetés nem csak a szakmából áll, sőt, még megkockáztatom, hogy elsősorban nem is abból, hanem megfelelő jogi és gazdasági ismereteket is kell szerezni ahhoz, hogy helyt tudjon állni, hiszen ez a vezetés egészen más időszakban történik, mint a korábbi, mint a 20 évvel előtti. Tehát minden megváltozott, napról napra változott. Erre rányomja bélyegét a szakterület hihetetlen fejlesztése és fejlődése, műtéti technikák, gyógyszerek, képalkotó eljárások, laboratóriumi módszerek, kutatási eredmények, ez mind-mind benne van. És ezt kell egy állandóan változott jogi és gazdasági keretbe elképzelni. Na most ő akár a jogi, akár a gazdasági ismereteknek az idevágó részét szívos munkával, különböző ráhallgatásokkal, másoddiplomával, tanfolyamokkal, külföldön és belföldön megszerezte. És hogy 20 évig valaki egy országos intézet élén megmaradjon, ez a tanulás soha nem szűnik meg. Szinte minden nap találkozunk valami újjal, és ami 5 éve igaz volt, az nem igaz ma. Tehát már egy-egy orvos, egy-egy onkológus nem tudja áttekinteni az ismeretek rendkívül turbulens gyarapodását, tehát ezért kell onkológiai tímeket, csoportokat különböző szakemberekből képezni, akik összerakják az ismereteiket, és úgy határozzák meg a beteg számára akár egyére szabottan a kezelési formát, illetve ezért kell, és ez a magyar onkológiának a legalapvetőbb szükséglete és kényszere, a centralizáció, ahol a műszerek, az eszközök, a módszerek és a képzett szakemberek
együttesen állnak rendelkezésre, a beteg rendelkezésére. Az elmúlt 20 évben az intézet óriási fejlődésen ment keresztül, második helyen áll az európai rákcentrumok között, hazánkban és a környező országokban pedig az egyetlen komprehenzív onkológiai központ. A szakmai eredmények mellett azonban a főigazgató a kórház légkörének kialakítását is elsőrendű fontosságúnak tartotta. Mindig két szempontot veszünk figyelembe, és ha ide kerül egy új kolléga, ezt mindig elmondom, de ehhez tartom is magam, és tartatom is magát mindenkinek, hogy itt a szakmai kiválóság és az emberi kiválóság együttesen számít. Tartjuk magunkat a klasszikus értékekhöz, tehát itt nem szokás a hangos szó, vagy ne adja Isten az ordítozás. Megszokta már az intézet, hogy minél halkabban beszélek, annál komolyabb a mondani való. Kivételesen összetett személyiségnek gondolom, aki céltudatos életet élt, és azt okokozati összefüggésbe úgy rakta össze az elemi iskoláitól a szakmájáig, hogy rábukkanjon az élet értelmére, azaz a rászorultakon való segítség, magyarán egy olyan ember szeretet, amibe el tudja magát égetni. Különleges személyiség összességében. Amit ő elhatározta, azt eléggé célirányosan és céltudatosan hajtja, vagy próbálja végrehajtani. Mindig igyekezett szép szóval elérni azt, amit el szeretett volna érni, ami amúgy nem csak nálam, hanem általában úgy érzem egy célra vezetőbb út. Itt egy humánus, etikailag maximálisan elfogadható, tényleg beteg és emberközpontú légkör alakult ki, amely egy olyan jellegű udvariasságot is feltételez, amely képes a beteggel elhitetni és elfogadtatni, hogy itt nem csak a testét gyógyítják, hanem megadják neki azt az emberi tisztességnek kiáró viselkedésmódot, ami szerintem elkerülhetetlen. A test és a lélek az képezi egyben az ember, tehát materiális és transzcendentális megnyilvánulásai vannak az embernek, és mindig az egész embert kell kezelni, nem csak egy-egy szervnek a betegségét. A hagyományos értékek megtartása mellett azonban nem lehet figyelmen kívül hagyni a modern kor változásait, amelyek a gyógyító munkát is érintik. Az orvos-beteg viszony átalakulni látszik az elmúlt években, és ehhez is alkalmazkodni kell. Az orvos-beteg kapcsolat azért az elmúlt 5-10 évben alapvetően változott. Ez az alá fölé rendeltségi jogviszony, hogy az orvos megmondja, és a beteg ne foglalkozzon vele, hogy mi lesz, bízza magát az orvosra. Ez egy mellé rendeltségi jogviszonnyal alakul át. Hát régen az orvos gyógyította a beteget, még az én tanáraim is, illetve azzal hitegetem magam, hogy ez az intézet még a beteget gyógyítja. Ezzel szemben, ha körülnézünk, azt látjuk, hogy egészségügyi szolgáltatások vannak. Az a lényege az orvos-beteg kapcsolatnak, hogy azt érezze a beteg, és ezt két perc alatt is érezheti, hogy az orvos ő érte van, és ő érte tevékenykedik. Olyan viselkedésmódot kell tanúsítani, ami tele van alázattal. Ez a szakma, vagy hivatás ezt igényli. Mindig a betegnek van igaza, mert ő került egy különös lelki állapotba, és az a diagnózis, hogy rák, az nagyon súlyos. Amikor nagyon negatív diagnózist állítottak fel rólam, akkor én felhívtam őt telefonon, és elmondtam neki, hogy ez is ez a helyzet, hogy már készülök a túlvilágra, és mondta, hogy mielőtt készülök a túlvilágra, menjek be hozzá az irodájába, és beszélgessünk. Azt mondta, hogy egyetlen egy út vezet a gyógyuláshoz, az pedig az, hogy bízzak abban az orvosban, aki engem kezelni fog. Az a nagy szeretet, amiben ő nevelkedett, és azt a nagy szeretetet, amit kapott, ő azt most visszasugározza a környezetére. Olyan nyugalmat áraszt, beszélget a páciensekkel, és fantasztikusan megnyugtatja őket, úgyhogy nagyon soknak visszaadta az életkedvét, és ez a legfontosabb. Ez az orvostudománynak a művészete.
Az egyik része az, hogy szakmailag kiváló. A másik része pedig a művészete, amivel a beteggel meg tud bizonyos dolgokat értetni, a bizalmát meg tudja szerezni, mert hogyha az ember egy kicsit műveltebb az átlagnál, és van érzékenység a képzőművészet, zene, irodalom, még a sport irányában is, akkor talál olyan fogóckodókat, amit a beteggel, a betegségén túlmenően más irányban is tud terelni, és akkor már a bizalom kialakításában ez a fajta orvosi hozzáállás is segíti. 20. század, ugye Camus volt az egyik csúcsa, ő azt mondta, hogy ha már ide sikerettünk, akkor legalább másoknak ne ártsunk. Én ennél sokkal optimistább vagyok, mert én tudom azt, hogy ami az emberi életnek a lényege, amit egy ember magából adni tud, az azért mégis maradandó, és tovább élnek a gondolatok is, és a gondolatokból fakadó tettek is, tehát én a példamutatásban hiszek. A kommunikációban annyira előjön az, hogy embertársainkhoz szeretettel közelítünk, ez az egyik legfontosabb. Amikor ő sebészként egy anamnézist, egy kórtörténetet fölvett, olyan odafordulással, olyan aprólékosan, odafigyelve a páciensre végezte, ami párját ritkítja. És a meghallgatás, az odafigyelés, az szeretet. Leül az emberrel és beszélget, és a legkülönbözőbb dolgokról tudunk elbeszélgetni. Ami hihetetlen volt számomra, hogy van egy orvos, aki ilyen szintig ismeri mondjuk a festészetet. Én nagyon hiszem azt, hogy minden mindennel összefügg, és az ismereteket transzponálni lehet egyik területről a másikra. Aki ismeri az irodalmat, fel tudja használni máshol is, például az orvoslásba. Nem szokták ma már használni ezt a szót, de ő egy igazi polihisztor. Tehát annak ellenére, hogy orvos, és az orvosláson belül is abszolút kiválasztott szakterületen van jelen és dolgozik, és valószínűleg van az agyának egy olyan képessége, hogy amit elolvas, azt nem felejti el gyorsan. Én 25-30 éves koromig gyakorlatilag majdnem mindent elolvastam, amit érdemes. És itt nagyon lényeges az, hogy az ember azt olvassa, ami értékes, és hagyja azt, ami értéktelen, mert az romboló. Hogy az erdélyi magyar író könyveit kívülről fújja és ismeri, és lehet vele ezekről beszélgetni, meg véleményt kérni. És aztán a másik dolog a zene, nyilván a magyar érzelmeit erősítve, hát a Liszt dolgokat, azokat fantasztikusan tudja. Hát mennyivel másabb, ha egy orvos ezt is tudja. Nem mondanám, hogy mindenkinél, de egy másik embernél esetleg a kultúra a fontos. Egy harmadiknál a sport. Mennyire jó az, hogyha rá tud hangolódni adott területen, már mindjárt jobban megvan a közös hang, az érdeklődés. Tehát ez bizonyosan tud segíteni. Én szeretem az élet sokszínűségét. Lehet, hogyha egy más tudományágat választok, ott pontosan ilyen jól érezném magam, mert sok irányú volt az érdeklődése mindig, és mindig mindennel összefügg, egybe tartozik. A világ is kerek, nem csak az ember. Ha visszatekintünk Kásler professzor életútjára, vajon mit lehetne kiemelni a tucatnyi kitüntetés, diplomák, a szakmai és egyéb sikerek közül? Valószínűleg összességében érdemes értékelni, ahogyan a költő is megfogalmazta. Ha líraian akarnám megfogalmazni a választ, akkor Arany Jánost idézném, hogy ember lenni mindig minden körülményben. Én azokkal a beteghordó fiúkkal, akiket tegeztem főigazgatói kinevezésem előtt, ma is tegeződöm. Az egyik iskola teremtő professzor az intézetben mondta, hogy még mindig nem vagyok tisztában azzal, hogy mi lettem. Én erre azt válaszoltam, hogy egyetlen egy kérésem van a mindenhatóhoz, hogy ezt ne is érezzem meg soha többet. Örülünk annak, hogy végül az orvosi pályát választotta, és most sokunk nevében
és sokak helyett mondunk köszönetet, hogy orvos lett belőle. Az eredményei őt igazolják, mindig és mindenben az, hogy 20 éve ő vezeti ezt az állami intézményt, az nyilván nem véletlen. Az, hogy több száz publikáció, meg sok tucat könyve van, amiket így mellesleg ír, önmagukért beszélnek. Ezt mindig elmondom a tanítványaimnak, eldicsekszünk mindig, hogy itt járt, mert büszkék vagyunk rá, egész Sárvár. Én rendkívül büszke vagyok az intézetre, nagyon büszke vagyok a fiamra, nagyon büszke vagyok arra, hogy ide születtem, hogy a magyar kultúrát anyanyelvi szinten élvezhettem. Nagyon szerencsés embernek érzem magam, hogy úgy alakult az életem, ahogy alakult. Én mindig azt csináltam, amihez őszintén volt kedvem. Minden nehézségével együtt, mert az aztán bőséggel kijutott, én boldog embernek érzem magam, mert mindig azt csinálhattam, amihez kedvem volt.